A korábbi kiváló edzőre és bíróra, Herman Istvánra emlékezett Székesfehérváron az Ökölvívó Társadalom. A szombaton megrendezett emlékgálára 18 városból 27 egyesület öklözője adta le nevezését. A kora délutántól estig tartó viadalon több korosztályos válogatott versenyző is ringbe lépett, így tisztelegve az Alba Régia Boxklub alapítójának emléke előtt. Herman István Székesfehérváron alapított 2001-ben egy egyesületet, az Alba Régia Boxklubot, és ott ő elnök és edzőként tevékenykedett, sokan fehérvári fiatal nevelkedett a keze alatt, illetve nagy nevet szerzett magának bíráskodásban is, nemzetközi szintű versenybíró volt az ökölvívásban, úgyhogy az ökölvívás minden szegmensében letette a névjegyét, amit az ökölvívásért érdemkereszttel jutalmazott a Magyar Ökölvívó Szövetség egy 2 évvel ezelőtt. Az egynapos verseny legeredményesebb egyesülete a fehérvári Varkos György Boxklub lett 6 győzelmet aratva, így a hazai sportolók teljesítményükkel is tisztelegtek Herman István emléke előtt.